Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig egy eléggé komoly dologgal fogunk foglalkozni, ugyanis olyan hamis koldusokat fogunk megtekinteni, akik csúnyán lebuktak, hogy igazából nem is koldusok, csupán a pénzszerzés miatt csinálják ezt az egészet, ugyanis gondolom, hogy így jobb órabérben vannak, mint a munkahelyükön. Annyira szomorú amúgy ebbe belegondolni, hogy bizonyos emberek kihasználják más emberek jóhiszeműségét, és képesek erre, és ezáltal pedig elveszik valamilyen szinten a teret az igazi hajléktalanoktól, akiknek sokkal nagyobb szüksége lenne erre az egészre, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mégis hogyan buktatták le őket. Így oda mentek random hajléktalanokhoz, meg koldusokhoz, hogy figyelj már, te tudtad, hogy igazi koldus vagy? Ugyanis ez rettentően bunkó lenne. Hát rengeteg kérdés felvett bennem ez egész, bízok benne, hogy egy csomóra választ fogok kapni, én már nagyon kíváncsi vagyok, szóval kezdjünk is bele. Pörögni fog ám itt a koldus maffia, van egy olyan érzésem, azt vágjátok egyébként, hogy bizonyos szervezetek koldusokat alkalmaznak, és nap végén a pénz nagy részét leadják nekik. Mégis hogy volt képes ezt művelni vele? Itt buktatta le, hogy ő nagyon is a koldus maffia része, és igazából nem is koldus, hanem ez a munkája úgymond. De hát tudjátok, mindig amiben pénz van, arra üzlet fog épülni. És ez így lesz, ameddig világ a világ. De ki tudja egyébként, hogy a koldusoknak hány százaléka lehet a koldus maffia része? Az ötödik sugárúti koldusok. Ez egy rettentően népszerű, illetve gazdag környék, és hogyha üzletileg nézzük, hol is érné meg koldulni? Hát persze, hogy ott, ahol egy csomó pénz van, és minél több értéket tudnak adni az ottani koldusoknak. Hát rendesen fel van ez építve. Aha, először ez a nő nagyon úgy néz ki, minthogyha rászorulna a pénzre, és rengeteg baja lenne, de közben egyáltalán nem vagy mi. De mennyien állnak meg, és mennyien adnak neki pénzt? Az első gyanús mozdulata az a hölgynek, hogy mindig, amikor már egy csomó pénz van a kis poharába, amelybe gyűjti, szépen beleszórja a táskájába, hogy lássák az új emberek, hogy teljesen üres a pohara, és ezáltal még több pénzt adjanak neki. Körülbelül 50 ember ad neki pénzt óránként, amely azt jelenti, hogy körülbelül 50 és 500 dollár között kereshet ezzel, a minimálbér pedig 7 dollár óránként. Hát mondom én, hogy sokkal jobban megéri ez neki, de ne csináljátok velem, hogy tényleg olyan 20 ezer és 200 ezer forintnak megfelelő összeget keres óránként. Hát nem csoda, hogy akkor így nyomatja. Jó, várjatok már! És ez a hölgy az! Ugyanis az egyik nyomozó újságíró követte, és itt már nem is görnyed, meg teljesen normálisan sétál, szóval ez az egész csupán a szerepe, hogy az emberek még jobban megsajnálják, és még több pénzt adjanak neki. Teljesen lesokkolódtak, amikor egy drága ruhában látták, hát napközben koldus, éjszaka pedig új gazdag. Na ez a nem mindegy. Annyira elszomorító ez egyébként. Másnap pedig oda is mentek hozzá, és most fogják lebuktatni. Az elmúlt pár napban figyeltünk téged, és láttuk, hogy reggel teljesen normálisan sétáltál, ugyanis egy életerős fiatalasszony vagy. Azért vártam volna valami durvább lebuktatást.
De hát mindenkinek a saját dolga az, hogy mégis mivel foglalkozik és miből keresi a kenyerét, hogyha ő ilyen etikátlan módon szeretné, egészségére, kik vagyunk mi, hogy beleszóljunk. Természetes emberi reakció, hogy hamarabb adsz pénzt egy olyan koldusnak, aki látott, hogy mozgássérült, ezt pedig ők nagyon is kihasználják, ugyanis rengetegen kamuból beadják, hogy azok, és emiatt sokkal, de sokkal több pénzt kapnak. Például itt van ez az úriember is, aki a földön fekszik a kis kerekeivel, és azt mondja, hogy mindkettő lábát elveszítette, de Pekjére az egyik ott elsétáló járókelő órákkal ezelőtt egy buszon utazott vele, ahol nagyon is látta, hogy két lábon áll az emberünk. Na, az mondjuk kellemetlen, oda is ment hozzá, és le is vette a nadrágját, hogy lebuktassa, és itt kiderült, hogy a lábai csupán fel vannak kötve. Mennyire nézhettek a járókelők, amikor látták, hogy az egyik ember egy koldusról rángatja le konkrétan a nadrágot. És ki tudja, hogy hányan csinálhatják ezt. Itt pedig a másik koldusunk, aki szintén beadja, hogy jaj, nincsenek lábai meg semmi, amint pedig összegyűjtötte a pénzt, fel is áll szépen, és el is megy a melóhelyről, ugye, az utcáról. Rettentő durva, hogy ezek így ki vannak épülve, és mindent bevetnek konkrétan a pluszpénz érdekében. A következő felvételünk pedig egy arab országban készült. Na itt mégis mit kell nézni? Aha! Hát ő is csettintésre felállt, minthogyha semmi baja sem lenne, mivel nincsen semmi baja, csak az üzlet miatt csinálta ezt. De hát tudjátok, az aznapi adományok miatt meggyógyult ő teljesen. Utána mentek, és elkezdték interjúztatni. És tudjátok, beadja, hogy ez egy isteni csoda, újra tud járni, úristen! Rá egy hétre pedig ugyanúgy koldul, hogy jaj, ő nem bír felkelni. A most következő koldusunk a Mercedes-Benz koldus. De mégis miért kapta ezt a nevet? Mivel ő Mercivel jár koldulni, vagy mi? Léci, mondjátok azt, hogy igazából terhes, nem pedig még az is kamu. Mi? Lefotózták ezt a koldust egy Merciben? Hát ezek szerint jól megy a koldulás. Egy riporter szembe is állította ezzel, hogy amúgy ő nem te vagy? Jaj, én nem beszélek angolul. Nyilván, hát mi mást is mondhatott volna. Az a baj amúgy ezzel az egésszel, hogy egy csomó emberben olyan bizalmatlanság lesz a koldusok felé, és nem fogják tudni eldönteni, hogy most nekik adjanak-e pénzt, és neki tényleg szüksége van-e rá, vagy pedig majd ebből szeretné megvenni a legújabb Mercedes-t. És ezáltal pedig kiszúrnak azokkal az emberekkel is, akiknek brutálisan nagy szüksége van rá. És tényleg a napvégi kajára kéne a pénz. Na, a következő koldusunkat szintén lebuktatták. Pörgette ott a kis kartontáblát, meg koldulta a pénzt. De addig követték, ameddig kiderült, hogy szépen haza nem sétált, miután végzett a melójával, meg látták egyébként egy autót is vezetni, és kiderült az is, hogy brutálisan nagy házban lakik. De tényleg, hogyha ilyen laza 50 dollárokat keresnek óránként, akkor nem csoda, hogy ilyen nagy házban lakik. Hát sokkal jobban megérez neki, mint hogyha
bemenne dolgozni bárhova is. Hát ő nagyon is a könnyebbik utat választotta, de jól jegyezzétek meg, hogy az élet bármilyen területéről is legyen szó, hosszú távon sohasem a könnyebbik út lesz az ideális. Mindenért meg kell küzdeni, és akkor lesz az igazi az egész. A most következő koldusunknak pedig konkrétan PhD-je van, és egy iskolában tanít. De ennek ellenére mégis az utcára megy koldulni. A fia ellopja a pénzét, és szinte ő kényszeríti erre az egészre. Kamuból beadja az úriember, hogy mozgássérült is szinte, meg minden, hogy még jobban megsajnálják, és még több pénzt adjanak neki. Hát szomorú dolgok ezek, nem is kicsit. Na de el is érkeztünk az utolsó koldulási trükkhöz. Gondolom, ők azok a koldusok, akik az autókhoz mennek oda, méghozzá ilyen forgalmas utakon. Rengeteg van Pesten ilyen koldusokból. De én ahogy tapasztaltam, Magyarországon a legeslegtöbb ember el szokta őket hajtani. Hát lebukott a Nagyi, ugyanis ő nagyon is kéreget meg minden, közben pedig egy viszonylag új autót vezet. Nagy eséllyel újabbat, mint azok az emberek, akik pénzt adnak neki, de hát na, valamiből meg valakikből meg kellett venni azt a kocsit, tudjátok. Annyira durva ez, hogy ilyenek tényleg vannak. Na de ennyi is lett volna ez a videónk. Hát sokkoló volt számomra, nem is kicsit, még akkor is, hogyha úgy nagyjából tisztában voltam ezekkel. Szerintem abban kiegyezhetünk, hogy mások sajnálatával, illetve bizalmával visszaélni nagyon csúnya dolog. Hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban. A harmadik csatornámmal, illetve a gameplay csatornámmal együtt kérlek, rájuk is iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek volna meg. Hogyha pedig a csengő még nincsen benyomva, akkor mire vársz, amikor komolyabbnál komolyabb videókat pörgetünk itt? Én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!